Sziasztok, Ádám vagyok, a Tekettőt nézitek, és a Nokia Lumia 830-at az új Samsung Galaxy S5-tel hasonlítjuk össze. Maga a Galaxy S5, ami már fél éves modell, még a Lumia 830-at itt az IFA 2014-en mutatta be a gyártó. A Lumia 930-as, illetve bocsánat, 830-as kijelző 5 hüvelykes, egy nagyon minimálisan kisebb, mint a Samsung, viszont felbontásban van különbség, hiszen Full HD a Samsung, még sima HD a Nokia esetében. A két készülék kijelzője közt technológiában is van különbség, hiszen Super AMOLED panelt kapunk a Samsungban, még IPS-t a Lumia 830-ba, viszont a betekintési szögek az igazából ugyanúgy tökéletesek minden oldalról. A két készülék kívülről, hogyha megnézzük, hátlap mind a két készüléknél műanyag, viszont eltérésre még a Samsung egy puha, pöttyös mintázattal rendelkező anyagot használ, addig a Nokia-nál színes hátlapokat kapunk. Viszont a kamerában van jelentősebb eltérés, hiszen itt van egy 16 megapixeles ISO szenzor, illetve egy dual view kamerát kapunk a Nokia-ban, 10 megapixeles, mind a két készülék egy vakuval rendelkezik. Oldalról jelentősebb a különbség, hiszen fémet kapunk a Lumia 830 esetében, még csak műanyag a jóval drágább Samsung Galaxy S5, illetve nincs vízállóság a Lumia-ban, amely megtalálható a Samsungban. Mind a két készülék hátlapja leemelhető, és kivehető az akkumulátor. Ami érdekesség, hogy már nanoszimet használ a Lumia 830-as, még csak mikroszim megy a Samsung Galaxy S5-ben, illetve természetesen mind a két készülék bővíthető memóriakártyával. Mind a két telefon rendelkezik NFC-vel, illetve a Lumia 830-ban van beépített vezeték nélküli töltés, és az a Qi töltés is, ami mindenképpen pozitívum, főleg úgy, hogy egy jelentősen olcsóbb készülékről beszélhetünk. Ha visszapattintom a hátlapot mindenhova a telefonon, ami kicsit nehézkesen, de megy, akkor ránézzük egy picit a szoftverre, bár ezzel nagyon sokat nem fogunk meditálni, hiszen jelentős különbségek, eltérések vannak tulajdonképpen a Windows Phone, illetve az Android között. Itt a két kamera szoftvert megpróbáljuk összehasonlítani, tehát magát a kamera teljesítményét, amihez fotózok is egy-egy képet, nagyjából ugyanolyat. Ha a galériába megyünk, akkor mindjárt össze tudjuk hasonlítani a két fotót egymás mellett. Igazából az az érdekes helyzet állt elő, hogy megnézzük, igazából a 10 megapixeles Nokia Lumia 830 kamerája élesebb képet csinál, tehát némileg el van mosódva a Samsung Galaxy S5-ön több elem is, ehhez képest sokkal élesebb, jobban kivehető a Lumia 830 kamerája, ami azt jelenti, hogy a 10 megapixeles kamerával jobban tudott valószínűleg alkotni a Nokia, mint a Samsung a 16 megapixellel. Szoftveres sebességből most nem megyünk bele, hiszen ahogy mondta, itt rengeteg az eltérés, illetve remélhetően későbbiekben egy részletesebb összehasonlító videót tudunk majd összehozni. Ez volt tehát a Nokia Lumia 830, illetve a Samsung Galaxy S5 gyors összehasonlító tesztje. Kövessétek továbbra is a tekettő.hu oldalt. Sziasztok!